Üdvözlöm Önöket, az Öböl Televízió híradóját látják. Nézzük főbb híreinket először, egy-egy mondatban. 14. Balaton átevező túraverseny. 50-en szálltak vízre, hogy teljesítsék a 18 kilométeres távot. Balaton akaratja új útja. 500 méteres aszfaltcsík oldotta meg a településrész problémáját. Szoboravatás. Lengyel és német művekkel bővült a Balatonalmári Szoborpark. Kajak, kenu, négy pár evezős és szup, vagyis felfújható szörteszka. Bármilyen evezős hajóval neki lehetett vágni a 14. Balaton átevező túraversenynek. Körülbelül 500 hajóval rugaszkodtak neki a 18 kilométeres távnak. A pálya gyakorlatilag a szokásos 18,5 kilométer. Rajta egy vonalban két bója széléről. 14. alkalommal rendezték meg a Balaton átevező túraversenyt. Körülbelül 50 hajóval neveztek idén Alsóörsön a profik és amatőrök egyaránt. Hogy olyan egész országban jönnek, akik minden évben itt vannak, a tengeri kajakosok száma növekszik leginkább, az indián kenusok most kicsit kevesebben vannak, vannak különleges hajók, különleges jelentkezők, akik arra készülnek, hogy kipróbáljanak olyan hajókat, mint még soha, most van itt egy lábbal tekerhető, még a kormány is képviselteti magát a sportszak államtitkár képviseletében, evező szövetség elnöke, és olyan problémákkal találkoznak, hogy itt azért sok-sok tennivaló van, hiszen a mentőmélény nélkül sok minden nem lehet, nem lehet szörfözni, nem lehet tengeri kajakozni, és sok minden nem lehet csinálni, mert azt szeretnék, hogy mit lehet. Tehát a lehetőséget tárjuk föl, hiszen az a Balaton ez üres jelen pillanatban, és pontosan evezősökkel, szörfösökkel, kájtusokkal, szaposokkal szeretnénk kibővíteni az eseményt csináló, megmutatjuk, hogy biztonsággal át lehet evezni oda és vissza. A szervezők legfőbb célja, hogy felhívják a figyelmet a Balaton kiváló adottságaira. A Magyar Evezős Szövetségé pedig, hogy népszerűsítsék a sportokat, és azon belül is a Balatonhoz köthető élményszámba menő evezéseket. Azzal kihívással teli ez az esemény, hogy mint egy folyó mellett evezni, könnyen arra kényszerülhet az ember, hogy valamilyen körülmény közben jön, és akkor abba hagyja. Itt egy Balaton átevezésről van szó. Itt nem nagyon lehet azt mondani, hogy a közepén megunom, és kényelmi szempontból kiszállok a csónakból, vagy a hajóból, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen szempontból izgalmasabb. A jelentőségéről pedig annyit, hogy a Balaton az rendkívül népszerű úszás, vitorlázás és egyéb sportok szempontjából, és azt szerettük volna, hogy az evezés és minden ehhez hasonló sporták is egyre népszerűbbé váljon. Ezt szerettük volna ezzel is ösztönözni, hogy államtitkár úrral és egy kisebb csapattal egy túraevezős négyesbe átevezzük a Balatont. Erre készítettünk is egy emlémát, úgyhogy a mai napon nem csak magunkat, meg a sportágat, hanem mind a 16 kiemelt sportágat szeretnénk képviselni. Ezt szimbolizálja a hátamon levő embléma. És ezzel is aztnak a jelentőségét akarjuk emelni, hogy legyen bármilyen sportról szó, amatőr szintről, túra szintről, egyre fontosabb, hogy minél többen, minél többet sportoljanak. A Magyar Evező Szövetség csapatának negyedik tagja a sportért felelős államtitkár volt. Simicskó István a kiemelt sportágak közébe került evezésre próbálta ráirányítani a civilek és a lehetséges támogatók figyelmét. Ugye a 16 kiemelt sportág közé betettük az evezést is, a MOB-bal közösen, és az evezés népszerűsítése a célunk, ennek a mai napnak is ez a célja elsősorban. Minél több ilyen rendezvényre van szükség, használjuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel rendelkezünk mi magyarok. Itt van a Balaton, gyönyörű tó. Az evezéshez is van tudás, hiszen komoly értékek halmozottak föl. Én magam első vízben szállok négy pár evezős hajóba, meglátjuk, hogy mire leszünk képesek, hát megpróbáljuk legyőzni a nehézségeket, az előttünk álló nehézségeket. Fölidézzük a nyár és a Balaton szépségeit, meg hát nyilván közben majd féltávon gondolom, hogy lesz holtpont, amikor eszünkbe jut a gályarabok nehéz élete is, de megpróbáljuk ezt teljesíteni, ezt a túrát. Különleges hajótestekkel is jelentkeztek az átevezésre. Volt, amelyik felfújható, és akár egy hátizsákban is könnyen elfér. Tulajdonképpen szörfdeszkához lehetne leginkább hasonlítani. Ez itthon még egy elég új műfaj. A Balaton külföldön egyre népszerűbb lesz tengerpartokon, sőt nagy tengeri versenyeket is rendezünk belőle. Ha vajon ezt úgy hívják, hogy stand-up paddle, vagy állva evezés egy szörfdeszkán gyakorlatilag, vagy röviden szupnak is lehet mondani. Ez annyit tesz, hogy egy kenu evezéshez hasonló mozdulat, állva megyünk egy ilyen szörfdeszkával. Egyénileg vagy csapatban bármilyen evezős hajóval neki lehetett vágni a 18 kilométeres távnak. Saját kezűleg eszkábált vízi járműveiket is próbára tette néhány versenyző.
Volt, aki csak fél távig vállalta a megmérettetést, és Siófoknál már partra szállt. De a legtöbb versenyző visszafordult Alsóörs felé, hogy teljesítse a teljes távot. Útfelújítás oldotta meg a településrész problémáját Balatonakaratján. Amint egy 10 millió forintos beruházásnak köszönhetően nem áznak tovább a környékházai. Az 500 méteres új aszfaltréteg a lakók reményei szerint tartós megoldást jelenthet. Homokzsákok torlaszolják el helyenként a kertkapukat Balatonakaratján. Hosszú éveken keresztül küzdöttek a helyiek az utcában levonuló csapadékvízzel. 76 óta lakunk itt, ez azóta fennálló probléma, ígéretek voltak hosszú évtizedeken keresztül, míg végül is aztán most már gazdára talált ez az utca olyan téren, hogy megcsinálták az útfelületet, és hát reméljük, hogy tartós lesz. Hát az elmúlt időszakban nem jött a nyakunkba ez a nagy zivatar, illetve volt egy idő, amikor jött, de hát elfolyt. Nincsenek akadályok, nincsenek gödrök, levegős lett az utca olyan értelemben, hogy nem porzik, nem zötyögnek itt a járművek. Korábban ezekben az utcákban, amint egy 30 cm-rel magasabb úttestnek és rossz lejtésének köszönhetően, felhőszakadás után vízben álltak a kertek, a pincék és a garázsok is. Az akaratjai települési részönkormányzat kezdeményezésére a város költségvetéséből finanszírozták az útfelújítást. Ez a karbantartás több mint 500 méter hosszan elkészült, egészen addig a fogadó árokig, amit ugye a vizes projektünk kezel már, tehát odáig annál tovább nem mehetünk, de ugye a Ságvár utca sarkától eddig a fogadóig ezt meg tudtuk építeni, ez 10-12 milliós körülbelül összegre, ugye még az elszámolás nem történt meg, ez a költségvetésben tényező volt az idén, és hála Isten ezt megkaptuk, akaratja ezt a karbantartást el tudta végezni. A lakók hálásak a fejlesztésért, és remélik tartós megoldást jelent ez a településrész problémáira. Európai nyitott kapu és oroszlánfóka Balatonalmádiban. Német és lengyel kortárs képzőművészek munkáival egészült ki a Kézfogás Európa Szoborpark. Az alkotásokat szombaton avatták fel. A Litéri Zöldág Néptánc Együttes ifjoncainak műsorával vette kezdetét az ünnepélyes szoboravatás Balatonalmádiban. A város polgármestere röviden felelevenítette a résztvevőknek a szoborpark kialakításának körülményeit. Egy LIDER pályázat keretében nyertünk el támogatást. Itt a közlekedő utak, a világítás, ennek a színpadnak a kialakítására és a posztamenseknek a megépítésére. Sajnos a szobrokra nem kaptunk támogatást, azokat saját erőből kellett, vagy kellett volna beszereznünk, de hál' Istennek akkor jött Veszeli Lajos és csapata, és átvállalták ezt a feladatot, és hát a szobrokról annyit kell tudni mindenképpen, hogy ezek ajándék szobrok, tehát vagy kölcsönben, vagy teljes egészében ajándékba kaptuk ezeket. A szoboravató ünnepségen a Budapesti Lengyel Intézet igazgatója képviselte hazáját és annak művészét, Beáta Csapszkát. Beszédében elmondta, hogy a művésznő külön örül annak, hogy szobra Magyarországra került, mivel ő maga is rendelkezik magyar felmenőkkel. Majd méltatta a szoborparkot, mely lehetőséget ad a turisták és a műkedvelők találkozásának. Fantasztikus ötletnek tartom egyébként ezt a szoborparkot, és ez a szoborpark a mai napon pont gazdagabbá válik egy műalkotással, ami Lengyelországból származik. Fontos nagyon számomra, hogy a szoborpark létrehozás lehetséges volt, ami lehetőséget terem nem csak az ide érkezőknek így a strandot, hanem egy kulturális élményt is. És így tudnak érintkezni az értékes és magas kultúrával. A német szobrász és felesége személyesen részt tudtak venni műve felavatásán, ahol megosztotta alkotása mondani valóját. Mit dieser Bronzeskulptur, die ich 1993
Ezzel a művemmel, amit 1993-ban alkottam, a Maastrichti szerződés akkori döntésére próbáltam reflektálni. A szerződést követően Európa új strukturális kialakításából eredő nagyon pozitív változásokra akartam felhívni a figyelmet. Elképzeltem, hogy az új európai rendszerben a nyitott kapu mit jelent, hogyan tudnak alkalmazkodni a különleges és extrém szituációkhoz és az egyes különleges feltételekhez. Hamarosan tovább gyarapodik majd a szoborpark repertoárja. Az augusztus végi egyhetes művésztelepen résztvevők közül egy magyar alkotó munkáját is kiállítják. Ősszel viszont az olasz művek lekerülnek a talapzatukról, és csak 2015-ben foglalják el helyüket finn alkotások. Emellett további egyeztetések folynak görög, máltai és horvát művek bemutatásáról. Háborús hangulat uralkodott el a Balatonkenesei könyvtár udvarán. Gránátdobás és tankmaket készítés közben ismerkedtek a gyerekek az első világháború évfordulójának eseményeivel. A rendhagyó és hagyományteremtő rendezvény egy ifjú helyi alkotó kiállításával nyílt meg. Egy kiállítás képei, melyek helyét a mécsesek fénye jelezte szerte az egész könyvtár területén. Máté Anna Janka fotókiállításával vette kezdetét az első Balatonkenesei könyvtár éjszakája. Az amatőr művész környezetes személyiség jegyeiben, vonásaiban talált rá saját kifejezési formájára. 5-6 éve a gimnázium elején kezdtem fotózni, egy fotós táborban ismerkedtem meg az egésszel, és nagyon élveztem, 2 hetet töltöttem, akkor kamerával éltem életemet. És azóta le se teszem a kamerát, voltam már fotótanfolyamon is, jófokon, és egyszerűen szeretem az embereket fotózni, ez a legnagyobb szenvedélyem, szeretem mindenkiben meglátni a szépet, és ezt próbálom mindig meg is mutatni nekik. Reményeim szerint egy nap tényleg fotós is leszek építész mellett, és hogy egyszer tovább viszem még ezt, és hogy talán nem ez lesz az egyetlen kiállításom. A kiállítóterem hamar csatatérré változott, hiszen a rendezvény sokszínűségéből adódóan nem csak a műkedvelő szülők, de gyermekeik is találhattak kikapcsolódási lehetőséget. A könyvtárban az újrahasznosítás jegyében WC-papírgurigákból tangokat és távcsöveket készítettek a gyerekek némi szülői segítséggel. A mai program egy kiállítás megnyitó, Máté Anna Janka kiállítása, portréfotói láthatók. Egy nagyon kedves kis hölgy és első alkalommal mutatja be itt a könyvtárban a fotóit, és utána pedig a gyerekeknek készítettünk, illetve terveztünk egy olyan háborús játszóházat, amivel az első világháborúhoz, ehhez a 100 éves évfordulóhoz kapcsolódunk, és egy picit a gyerekekkel szerettük volna közelebb hozni a háború fogalmát. Az este folyamán az udvaron fákja fényénél harci játékokkal szórakoztatták a gyerekeket. A tervek szerint a könyvtár éjszakáját mostantól minden évben megtartják más-más tematika alapján. Füstölt hal és halgombóc. Ilyen és ezekhez hasonló ételkülönlegességek elkészítésével mérték össze tudásukat a 6. 3 Grácia nemzetközi halfőző verseny résztvevői Balatonalmádiban. A verseny győztese halászlé kategóriában a felvidéki vidám csajok csapata, egy tálétel kategóriában a felvidéki farkas fishing team lett, a közönségdíjat pedig a 3 Grácia csapata vihette haza. A kiváló minőségű balatoni halak feldolgozásával láttak hozzá a csapatok a verseny munkájuk elkészítéséhez. De már a tisztításnak a módja sem mindegy a szakavatottak szerint, viszont mindenki, köztük a somorjaiak is más módszerre esküsznek. Egyik így csinálja, másik úgy csinálja. Van, akit nem szedik ki a szemet, van, aki kiszedi a szemet halászlé, passzírozástól kezdve. Nincs titok, csak van egy olyan, amit nem szabad másnak tudni. Nem áll árulni a dolgot. Ami viszont nem titok, hogy a legtöbben sajátos halászlevükre voltak büszkék, ezért sokan ezzel neveztek a versenyre. A levesnek csupán hazánkban számtalan elkészítési módja van. Nem mindenhol kihagyhatatlan eleme a halászlének például a passzírozás. Hát a passzírozás lényeg az, hogy a csontokat ki tudjuk a halból venni, és a tiszta hal lepasszírozva kerüljön bele tiszta edénybe. És adja meg aztán a ízt, és hát akkor, amikor a fogyasztva van, akkor nem kell attól félni, hogy valakinek sárga megy a szája vagy a torkába. És az a jellezet is ízt ad a halnak aztán. A passzírozás emellett a hal és sűrűségét is befolyásolja.
A szervezőktől kapott alapanyagból gazdálkodhatott mindenki. Viszont a helyi baráti társasághoz hasonlóan sokan csempésztek ételükbe olyan házi vagy tájjellegű alapanyagot, amitől egyedinek és akár győztes műnek is tartották főztjüket. Nem mindenki tesz bele például paprikát, paradicsomot, mi tettünk bele azt is, meg fokhagymát is, illetve füstölt húsízű kockával kicsit feldobjuk az ízét. Reméljük, hogy sikerülni is fog. A minden évben visszatérő csapatok mellett idén is bővült újoncokkal a versenyzők köre. Mindig igazából, hogy otthon szoktam, meg szeretek is halászlevet főzni, és akkor ajánlották föl, hogy mi lenne, hogyha mi is beneveznénk, mert most hétvégén lesz ez a halászléfőző verseny, és akkor úgy gondoltuk, hogy miért ne. Akkor így gyorsan megbeszéltük egymás között, és akkor összeeszkáváltunk egy csapatot, a nevet is adtunk neki gyorsba, és akkor így felkészültünk, és lejöttünk. És megpróbálunk egy finom halászlevet főzni, ami így a közönségnek, meg a zsűrinek elnyeri a tetszését. A házigazdák igazi különlegességekkel is elkápráztatták a zsűrit és a közönséget. Nagyon változó, különleges halételek lesznek. Hát itt a három grácia csapata, az három főzőhelyen is főz, Almádi nevében is, a Herceg Team nevében, saját nevében, és van egy vegyes csapat, ami szlovák és magyar csapat, vegyesen, ez a vegyes csapat, tehát négy helyen főz. Itt lesznek olyan különlegességek, hogy tejszínes kapros halleves, tejszínes kapros zöldbabos halpörkölt nokedlival, és lesz olyan, hogy halászlé, halszelettel és halgombóccal. Szóval ilyen, nagyon szerteágazók lesznek. Van itt felvidékről olyan csapat, aki füstölt halat készít, nagyon-nagyon finom. Szinte mondhatom azt, hogy másfél héten keresztül pácolják, és másfél hét után kerül csak füstölésre. Az is aromás fűrészporral. Tehát tényleg különlegességek készülnek. A hagyományokhoz méltóan a 6. Három Grácia nemzetközi halfőző versenyen idén is több hazai és határon túli magyar csapat mérte összetudását. Jövőre viszont tovább bővítenék a szervezők a már-már családiasnak mondható mezőnyt. Most pedig következzenek fontosabb híreink még egyszer röviden. 14. Balaton átevező túraverseny. 50-en szálltak vízre, hogy teljesítsék a 18 kilométeres távot. Balaton akaratja új útja. 500 méteres aszfaltcsík oldotta meg a településrész problémáját. Szoboravatás. Lengyel és német művekkel bővült a Balatonalmári Szoborpark. Híradónk után többek között a Balatonkenesén megnyíló első világháborús kiállításról és a csopaki kulturális rendezvényekről lesz szó. Adásunkat a Balatonfűzfői Big Band koncertjével zárjuk. Látogassák meg internetes oldalunkat, itt a tudósításainkat és a korábbi híradóinkat is megnézhetik. Ha tehetik, kövessenek minket a Facebookon. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, ne menjenek sehová, hamarosan jövök vissza a kitekintővel.